a magyarországi lemezlovasok ötletét, hogy ne csak a DJ-pult mögött, hanem a focipályán is találkozzanak, a vajdaságiak örömmel fogadták és septében össze is állították a maguk csapatát. A magyar DJ válogatottal felvettük a kapcsolatot, és mi pedig gyorsan frissen verbováltunk egy úgymond vajdasági DJ válogatottat. Megmérkőzünk a pályán, majd utána az Atlantis Garden klubban a zenepult mögött is. A magyarországi lemezlovasok foci csapata már évek óta rendszeresen játszik jótékonysági mérkőzéseket, de külföldön a csapat először éppen magyar kanizsán mutatkozott be. Valójában ez a bulikról szól, és a bulikban keletkező bevételt pedig mindig egyfajta nemes célra ajánljuk föl, általában beteg gyerekek megsegítésére. Tehát mi ezt teljesen non-profit szervezetként csináljuk, mi nem keresünk ezen semmit az ég a világon, megyünk, hogyha hívnak, és nagyon szívesen játszunk bárki ellen, és diszkózunk utána persze. Inkább azt várom, hogy tudjuk segíteni a sportkört, az a nagy eredmény. A focipályán történtek, az semmi. Tehát ha összedünk annyi pénzt, hogy ez a sportkörnek jó lesz, az az eredmény. A Sport és Parti egyik média támogatója a Pannon RTV volt. Hát volt egy szombati kemény edzésünk, azon kívül nem volt sok időnk összeszokni, sőt egyáltalán összesen szoktunk. DJ Pult mögött már azért ismerjük egymást, meg nagyon régóta dolgozunk együtt, folyamatosan együtt játszunk, úgyhogy ismerni, teljesen jól ismerjük egymást. Az, hogy focizni mennyire fogunk tudni együtt, az meg ki fog derülni nem sokára. Nem vagyunk mindannyian, vagy lehet, hogy csak néhány a sportoló típusok, vagy nem mondhatni azt, hogy sűrűn focizunk, de ez a felkérés, ez arra készített minket, hogy igen, beleadjunk mindent, amit tehetünk, reméljük, hogy az ellenfél kíméletes lesz velünk. A DJ válogatottak mérkőzése 10-1-es vendégsikert hozott. A Községi Sportszövetség, az Ifjúsági Iroda és más támogatók jóvoltából megvalósult, nem mindennapi sporteseményen. A Pionír csapatok tornáját a Horgos 1911 csapata nyerte, a Magyar Kanizsai Potisje, az Adorjáni Tisza és az Oromi Champion csapatai előtt. A Magyar Kanizsai Metalmánia második ligás női csapata és a lemezlovasok közötti találkozó a vegyesen fellépő férfi csapatok 7-4 arányú győzelmét hozta. A Sport és Parti Oromhegyesen az Atlantis Garden klubban zárult, ahol a labdarúgó pályán fellépett lemezlovasok egymást váltogatva szórakoztatták a fiatalokat.